can't believe what you said to me. Last night we were alone, you threw your hands up. Baby, you gave up, you gave up. I can't believe how you laughed at me with your dimmed and glossy eyes, in your tight jeans, with your long hair and your cigarette-stained lies. Could we fix you if you broke? And is your punchline just a joke that I'll never talk again? Oh boy, you've left me speechless. You've left me speechless. And I know that it's complicated, but I'm a loser and I love so baby. Raise a glass to mend all the broken hearts of all my wrecked old friends that I'll never love again. Oh friend, you've left me speechless. You've left me speechless, so speechless. And after all the drinks and the bars that we've been to, would you give it up? Could I give it up for you? And after all the boys and the girls that we've been through, would you give it up? Could you give it up if I promise I do you that talk again, and I'll never love again. I'll never write a song, won't even sing along, and I'll never love again. Someone may follow me, but it's just not been company. Are you so speechless? Kedves Bea, hadd valljam be országvilág előtt, hogy én egy titkos rajongód vagyok. Tökéletes a dalválasztás, ezért megdicsérem keretes Ildikot, hiszen Lady Gaga-nak is csúszik a kuplungja, maradjunk ebben. És külön dicséretben részesítelek azért, hogy végre nem sírtad el magad. Már amikor hallottam, hogy együtt leszek keresztesse, mondom, két síró, pityogó, isteni voltál! Igen, azzal egyetértek, hogy nagyon jó is volt. Néha egy kicsit ijesztő volt, mint amilyen te magad vagy. És az igazság, hogy... De én ezt nem bántásban mondom. Az érdekes, hogy te szabálytalan vagy. És az érdekes benned, hogy érdekes vagy. Nem lehet tudni, mi történik majd a következő pillanatban. Volt, amikor nagyon magával ragadott a produkció, és tényleg fölrepítettél. Olyan volt egy nagy musical jelenet például. Azt a kis sétát ott a középen, azt nem értettem, Ildi, a koreográfus csókoltatjuk. Hát ez nekem magas. De a többi, igen, nekem ez magas, mert alacsony vagyok. Viszont a többi nagyszerű volt. Szóval nagyon merész csaj vagy, hogy ezt elmerted tolni. Igen, ez igazad van. Valahogy úgy fogtad meg, hogy nem tudom, én popdalt még így nem adott előtt. Nem senki, tényleg ez egy ilyen egészen érdekes dolog volt. Én is éreztem a musical hatását, tehát Lady Gagából még nem csináltak ilyen szimpatikus dolgot, de tele volt energiával. Bea, én régen valottam szerelmet, főleg nőnek. Imádlak, rajongok érted, nagyon hiszek benned. Én azt gondolom, hogy egy igazi tehetség vagy, akiben minden ott van, és neked sehova nem kell menni, a világ fog hozzád menni. Lady Gaga Speechless című dalát énekelte el, lass be, hát te soha nem a könnyű utakat választod, azt hiszem, hogy így megtaláld önmagad. Mondtad, hogy még picit keresed a helyed, itt az X-faktorban megtaláltad már, hogy érzed? Folyamatosan keresgélek, de egyre jobban találgatom az utamat. Igen, mit mondhatnék egyébként?
A mentorok elképesztően támogatnak téged, tehát most nagyon sok pozitív energiát kaptál, meg látom is rajtad, hogy most magabiztosabb vagy, mint amikor legutóbb találkoztunk. Igen, Ildi nagyon jó hatással van rám, és nagyon jó dolgokat hoz ki belőlem. Együtt sírnak. Nem akarjuk tudni a módszereket. Nem is mondom el. Még nem sírtunk együtt. Azért ezt szeretném hozzátenni. És még nem sírtunk együtt. Így van. Azért erről szeretnénk tudni, jó? Tehát ha ez megtörtént, akkor egy értesítést mindenképpen mondjuk egy SMS-t. Dobjatok erről. Önök is küldjenek egy SMS-t, ha szeretnék Beát látni még itt a műsorban. 1799 Bea, ezt küldjék tehát SMS-ben, vagy pedig 0691-334-334, és mostantól a 12-es lesz Bea kódja, aki már is elszaladt. Lass Bea!